A 33 éve megszervezésre kerülő Bukovinai Találkozások Nemzetközi Folklor Fesztivál egy színes ünnepség. A határokon átívelő nemzetközi fesztivál záró eseményének, a szomszédolásnak az egyik helyszíne Hőgyész volt. Az elmúlt két évben sajnos nem kerülhetett a pandémia és az abból adódó korlátozások miatt megrendezésre, úgyhogy nagyon várta már a szövetség, hogy ebben az évben végre találkozhassanak azok a nációk, akik annak idején Bukovinában együtt élhettek. Mindig szeretjük Hőgyészt abból a szempontból ide küldeni egy csoportokat, mert itt mindig erőteljes fogadtatásban, barátságban és egy jó logisztikával megáldott környezetben fogadhatják a vidékről érkező együtteseket. A Hőgyészi Székelykör 21 éve aktív részese a több, mint 3 évtizedes múltra visszatekintő rendezvénysorozatnak, melynek célja többek között a Bukovinában élő és élt nemzetiségek hagyományainak és népművészetének megismertetése, melyek láthatóvá váltak a színpadra álló együtteseik énekeiben, táncaiban. A mai rendezvényt úgy hívjuk, hogy szomszédolás, új néven kitekintés. Ez a Bukovinai Találkozások Folklor Fesztiváljának egy kitekintős műsora, tehát a péntek esti és a szombati folklor műsorok után a tolnamegyei csoportok vendégül látják a külföldieket. Egy kicsit beszélgetünk, megnézzük egymás műsorát, ismerkedünk, barátkozunk. A mai estén a Csernekar Eszturi tánccsoportot látjuk vendégül. Velük most már több éves a kapcsolatunk, hála Istennek ez már több, mint baráti, hiszen Csernekar Esztúról családok települtek ide, és még a pandémia előtt mi voltunk az utolsó csoport, akik ki tudtunk hozzájuk menni. És ma este úgy gondoltuk, hogy köréjük rakjuk a saját kis műsorunkat. És hogyha már együtt szórakoztattuk a közönséget, akkor utána egy közös vacsora és egy táncházra invitálunk mindenkit nagyon sok szeretettel. Hőgyészen nem csak az idősebb korosztály ápolja a székely hagyományokat. Igyekeznek a fiatalabb generációt is bevonni ebbe a munkába. Hál' Istennek van most már egy utánpótlás csoportunk jó pár éve. Most jutottunk el odáig, hogy már közös produkciók is vannak, amit nem csak a nagyok élveznek, hanem a kicsik is, hiszen ők már a nagyok között tudnak táncolni és tudnak valamit produkálni. A legközelebbi fesztivál, ahova el tudunk menni, az Szombathelyen lesz a Szavária Fesztivál, és oda is mennek a kicsik is és a nagyok is. A település önkormányzata büszke arra, hogy a székelykör élteti az elődök hagyományait, és a rendezvények alkalmával a nagy érdeművel is megosztják azt. Nagyon jó kapcsolatunk van a helyi székelykörrel, tánccsoportjával, és mindenben segítünk, amiben tudunk, és ők is természetesen támogatják rendezvényeinket, mind munkával, mind fellépéssel, mind saját kezükészségükkel. Amikor ugye nem esetleg nagyobb rendezvényen vannak, akkor hála jó Istennek a mi rendezvényeinket is fel tudnak lépni. És ugye nagyon fontos számunkra, és úgy gondolom az egész ország, az egész világ számára nagyon fontos a hagyományok ápolása, mert ugye ha nincs múltunk, akkor nem lesz jövőnk. És muszáj megmutatni ezeket a hagyományokat a fiataloknak, hogy honnan indultunk, és hogy merre fele tartunk. A Hőgyészre érkezett vendégek Dél-Erdélyből, Csernakeresztúrról utaztak ide, amely települést bukovinai székelyek lakják. A falu 65%-a magyar lakosságú, úgy, hogy Romániában vagyunk és Romániáról beszélünk, és Madéfalván voltunk egy ilyen keresztúri és bukovinai székely gyűlésen, és ilyenkor hát úgymond megszavazzák, hogy ki az, aki melyik csoportot fogadja a szomszédolásnál, és ránk egyből lecsaptak a hőgyésziek, és ilyen bukovinai székely barátság kapcsán mi voltunk azok, akik ide látogattunk Hőgyészre. Egy kicsit szerencsétlen helyzet állt elő. Annak, aki nincs itt, annak nem szerencsétlen, mert nyaralni vannak, vagy a tengeren vannak, vagy itt-ott, úgyhogy most csak 12 gyerek tudott eljönni, és csak 4 fiúcskát hoztunk magunkkal. Lesz benne ének, lesz benne tánc, bukovinai, valamint egy bukovinai népmese is hallható lesz. Ezen kívül szilárdsági táncokat hoztunk, egy lánykarikázót, egy csárdás és egy friss csárdás, valamint egy mezőségi akasztós, friss, szökős csárdást fognak látni majd a nézők tőlünk. Én Magyarországról költöztem ki, vagy érkeztem oda, és járok ki Keresztúrra tanítani. Ők mindig nagyon izgatottak, mikor ide jöhetnek. Már körülbelül 3 héttel azelőtt ez a téma, hogy mit pakolunk a
Bőrönbe is hol fogunk vásárolni, és kikkel fogunk találkozni, és ott majd mindenki magyarul beszél, és nekik is rájuk kell szóljak, hogy ők gyakran beszélnek románul egymás között, hogy a buszban megbeszéltük, hogy itt most ne beszélgessenek, hanem élvezzék azt, hogy mindenki magyar körülöttük is, hogy hallják a magyar szót, és ők is így kommunikáljanak egymással. A kommunikáció pedig a színpadon is így zajlott. Az előadásokat követően nagy tapssal díjazta a közönség a produkciókat Hőgyészen.